Üdvözlöm Önöket! Önök az Alternatív Természetgyógyász magazin műsorát látják. A mai témánk tavaszi méregtelenítés. Maradjanak velünk! Köszöntöm a stúdióban a vendégemet, dr. Hilf Klára, orvos természetgyógyász. Köszönöm, Klára, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm a lehetőséget. Milyen módszerekkel lehet a tavaszi, vagy egyáltalán a méregtelenítést elkezdeni? Mit javasolsz? Mi a legjobb módszer? Hát nincsen legjobb, vagy kevésbé jobb, mert minden módszer ugye egyénre szabott igazából. Mi igyekszünk, mert hát vannak különböző testsúlyú emberek, vannak különböző beállítódásúak, különböző táplálkozás szokásokkal. Elég nehéz ugye egy sablónra venni mindenkit, vagy, de általában a könyvek is nagyon segítenek, vagy rengeteget írnak a nőklapjába, a Blikben. Azért van segítségünk bőven, meg az embereknek is, akik igénybe veszik a természetgyógyászat, vizsgálat és kezeléseket, vagy nem, hogy azért jobban tájékozódjanak. Mindig persze a legegyszerűbb, a legnagyszerűbb. Úgyhogy mindig csak simán, egyszerűen kell gondolkodni, nem valami nagy, szofisztikált és nagyon komplikált metódusokba, mert ugye az embereknek a mai rohanó világban elég nehéz kivitelezni munka mellett, mert azért az sem mindig sikerül, hogy szabadságon legyünk, és akkor méregtelenítsünk. És a tavaszi bőjt időszak ugye 40 nap, ami elég hosszadalmas idő, de mondjuk a legegyszerűbb, amit mindenkinek javasolunk ilyen időszakban, az, hogy a vörös húsokat, a disznó marha, a felvágottakat, a fehér tej és tejtermék, a fehér cukor, fehér liszt mérsékeltebben kell fogyasztani. Itt nem arról szól, de aki szeretne persze természetesen lébőt kúrát, vagy valami drasztikusabb kúrát a bőjt időszakában elvégezni, abba is tudunk segítséget nyújtani. Úgyhogy mindig leülünk és megbeszéljük, hogy egyénre szabottan mi az egyénnek a legjobb. Mert ugye rengeteg formulák vannak, rengeteg típusú diéták leírva, kitapasztalva, klinikákon végzik Mexikóba világszerte, itt is vannak ilyen lébőtkúrák, van, aki el tud menni, van, aki nem, de igyekszünk mindig a helyzethez adódóan valami segítséget nyújtani, hogy tényleg az a diéta, vagy a méregtelenítés, vagy a tisztulás, úgymond a testi, lelki és szellemi tisztulás kivitelezhető legyen. Na, hát az akkor csak kijött ez a három szó, ugyanis én ezen morfondíroztam, hogy test, lélek, szellem, ezt együtt kell kezelni, vagy külön-külön kell méregteleníteni netán, mert hogy ez a hármasság határozza meg, hogy most egészséges vagyok, jól érzem magam, vagy nem érzem magam jól. Hát sok minden meghatározza azt, hogy én valójában, vagy akárki, mert én is csak egy ember vagyok, mint bárki, és én is tudok méregteleníteni, meg bőjtölni, meg nem betartani a bőjtöt, mert ugye ez emberi dolog. Vannak időszakok, amikor jobban rá tudunk erre hangolódni, vannak időszakok, amikor nem. Itt mindig a motiváltság a lényeg, hogy miért szeretnék én tisztulni, vagy mit szeretnék ezzel elérni. A hölgyek természetesen, hogy könnyebb nekik a kivitelezés, mivel a szépség, meg a tavaszi bikini, meg jön a strand időszak, amikor ugye jobban kell kinézni, az jobban motiválja a úri embereket, inkább az motiválja, hogy ugye a pocak, hogy ne legyen, meg hogy szépség is, de egészséges is, meg hogy fittebbek legyenek, és többet bírjanak. Úgyhogy itten tényleg nagyon szerteágazott és nagyon nagy ez a téma, viszont nem kell eltúlózni ezt se, mert hogyha beállunk egy bizonyos rendszerbe, és természetesen az életünk során rengeteg diétát ki tudunk próbálni, hiszen az idő az időtlen, meg minden évben van a karácsony és a húsvéti előtti bőjt időszak, amikor ez bármilyen embernek már azért is, mert a kollektív tudatban ugye benne van. És régebb a vallási bőjtök, azok természetesen rendszeresek voltak. Na most már ezek valahogy eltolódtak, mert ugye máskor ér rá az ember, és máskor tud többet pihenni, akkor inkább bevezet egy lébőjtöt, máskor viszont, ha nagy hajtás van, akkor úgy érzi, hogy lehet, hogy nem bírja, mert itt nem koplalásról van szó, hanem a rendszerek és a megszokások megtöréséről, amivel a legkönnyebben lehet diétázni. Mondok egy példát, hogyha valaki minden nap reggel eszik szendvicset, mondjuk
amire teszünk 2-3 félét, és eszünk mellé még zöldséget is, ezt vissza kell venni, és mondjuk 3 napon belül eszi meg, mert szétválasztja. Mi arra próbáljuk ösztönözni az embereket, hogy sokkal könnyebb, hogyha a szétválasztó diéta az kevesebb is, viszont itt a halmozott dolgokat kell megtörni. Hogy eszem például csak vajas kenyeret és teával, nem egy komplex szendvicset, amiben zöldség is van, gyümölcs is, meg mindent halmozok. Nagyon fontos betartani 3 óra szünetet a fő étkezések között, hogy az a gyomor tudjon kitisztulni, és utána valaminek jönni. Ezért a nassolás, az édesség, meg keverni sok mindent ebédkor, mondjuk első, második, tizedik fogás nem szerencsés. Szét kell választani, lehet mondjuk egy nap egyfajta leves tenni, reggel, délbe, este, a bőjt időszakról beszélünk. De lehet igen, ezt értem. Amúgy is, mert sok ember, hogyha már elkezd bőjtölni, rájön dolgokra, és ugyanazt megeszi, de szétválasztva, és sokkal kevesebbet, meg nem kever nagyon komplex ételeket. Hát igen, mondjuk eszik egy leves ebédre, és nem eszik semmi más másodikat. Így van, eszik. Már ez egy már ez is egy segítség, és délután eszi a főzeléket, vagy délbe a főzeléket, és este a levest. Így semmi van. Baj nem történik, könnyebben emészt. Nagyon segítve van. 6 után már nem érdemes enni, mert ugye amit 6 után eszünk, az ott rohad a gyomorba, és csak másnap reggel kezd az emésztése, ezért nagyon fontos, hogy valahogy ezt megoldani, lehet inkább este akkor jobban belakni, vagy hogy mondjam, 6-kor, hogy azért ne legyen egy teher, és az könnyebben legyen emészhető. Nagyon fontos a mozgás. Mindig próbáljuk ösztönözni az embereket, hogy az esti séta az nem volt hülyeség, hogy régen 1000 lépés volt a lefekvés előtt. Úgyhogy vacsoráztak nyugodtan, utána kimentek, tiszta levegő, egy séta, vagy akár konditerem, vagy amire gondolnak, vagy amit szeretnének, és az kivitelezhető, mert nyilván, hogy a tüdőoxigén ellátása és a jobb alvás is akkor biztosított. Szóval ami elég nehéz a mai időkben. Az a helyzet, hogy Klára, belelátsz a gondolatomban, minden kérdésemet elpuskáztad, megadtad a választat nélkül, hogy én elkérdeztem volna. No, milyen lehetőségek vannak arra, hogy a méreganyagot kivezetni a szervezetből? Már pár példát mondtál, de konkrétokat szeretnék hallani, hogy ez a módszer, vagy ez a módszer, vagy nincs módszer, hanem egy saját módszer van, amit te több évtized alatt kitapasztaltál, megtapasztaltál, ez működik. 20 éve a biorezonancia terápia, a kolonhidroterápia, ami a vastagbél tisztítás géppel zajlik, ez nagyon szelíd, nagyon humánus módszer, amivel kivezetjük ugye a pangásokat a bélből, mert hiába diétázunk, ugye is megvonjuk a bevitelt és csökkenteni tudjuk, hogyha nincs kitisztítva a bél, akkor nagyon nehéz neki ezeket a pangó anyagokat valahogy kivezetni. Azért kell mindig a bőtöt a beöntéssel kezdeni, a bőt során folyamatosan és a bőt befejezésnél is szintén beöntést ajánlunk. Mert ugye a bél az egy nagy terület és nagy anyaghalmaz van benne, 6-tól 12 kiló széklet lehet egy vastagbélbe, és állandóan, és hiába van széklet minden nap, mert ott a redőkben meg tud bújni ez az, és ott az erjedés rothadásnak induló pangó anyag, az gyengíti az immunrendszert, és az ad esélyt a gombáknak, parazitáknak, vírusoknak, baktériumoknak, hogy másképp dolgoznak. Na, erre nagyon jó a biorezonancia terápia, mert az egyénre szabott, egyenként teszteli 10 000 anyagra azt az egyént, aki jelentkezik, és kihozza neki a gyenge pontjait, de ott el tudunk igazodni, hogy mit tud enni, mit kevésbé bír, mennyire a szervezetben a salak anyag sok, mik a módszerek vagy rendszerek, amiben lehet ezt segíteni. Úgyhogy mindig azzal kezdjük egy állapotfelméréssel, vagy egy megbeszéléssel, hogy mit szeretnénk elérni, milyen módszerrel, és mi is örülünk a sikernek. No, rendben van, akkor az állapotmódszerbe is megelőztél. Én nekem van egy kis averzióm a kolonhidroterápiával, hogy az egy gép. Na most ugye föltölti a vastagbelet annyi vízzel, amennyivel föltölti, és ugyanúgy vissza is hozza. Csupán 2,5 decinnyi víz megy be a vastagbélbe. Arra rámegy még 2,5 decinnyi víz, és az kiküldi. Azaz, azért nagyon praktikus és nagyon szerény meg finom, mert hogy nem befolyásolja abszolút a bél tartalmát és a bél reakcióját. Nem indít be semmilyen féle bél ellenállást vagy
valami reakciót, hanem nyugodtan fekszik az egyén a hátán, masszírozzuk a hasat, és össze van kötve ezzel a géppel, ami sima, tiszta szűrt víz bemegy egy vékony csövön, és a vastag csőnek a folyamatossága az a kivezető cső, de soha nem találkozik a bemenő a kimenő csővel, azaz körforgást biztosít. Ezt mérnök emberek dolgozták ki. Én szépen... akkor most meg vagyok lepődve borzasztóan, mert én sokkal több vizet olvastam ennek kapcsán. Nem lehet. És akkor felmerült bennem a kérdés, hogy hát hoppá gyerekek, hát hogyha ilyen nagy mennyiségű vízzel megnyomják a belet, és nem hogyha lehet. Valahol van egy rossz bélszakasz, ami valamitől elvékonyodott, vagy a csuda tudja, és akkor az kilukad, akkor már probléma van. Itt nincsen ráhatás. Itt csak együtt dolgozás van a béllel. Azért van ez a de kis mennyiségű víz. Ha csak két és fél deci víz megy be, igen? Akkor hogy tud kijönni az a rengeteg? Úgyhogy még rám, hát nem jön ki rengeteg. Ez állandó folyamatos munka, ugye egy csőrendszer van, és körforog ez a víz. Bemegy a sima tiszta víz, a szűrt víz a bélben, és kimegy a szennyvíz egy másik csövön. Azaz mindig a bél tele van, ott öblít, és az a jó benne, hogy 35 percig ez a víz bent tud maradni az egész vastag bélbe. És jön, megy ez értem, a kis víz, tehát akkor és a két és fél deci víz nem két és fél deci víz, igen, hanem folyamatosan több, tehát föl van töltve. És de akkor... az ki is jön. Értem én, akkor mégis nekem csak van ebben egy kis problémám itt az agyamba. Igen. Egyébként gépellenes vagyok sajnos. Nem tudom semmi miért. Gond, megoldható beöntéssel, fentről lehet, pszilliumhéj kivonata, millió rendszerek vannak, ha valakinek ez nem szimpatikus, holott gyerekeknek is kivitelezhető, tényleg le a kalappal a dr. Walker, a atya a gépi tisztításnak, úgyhogy világszerte ez már 50-60 éve van. Én fejet hajtok ezelőtt, hogy vannak itt orvosok, meg rá szakemberek, akik csinálják és jól csinálják, csak mindig a gép szót meghallom, akkor, igen, akkor valahogy... rögtön, ugye, van, aki mert egy gépet, egy gépet ugye be tudnak állítani bizonyos paraméterekre. Igen. Ugye azt a paramétert nagy valószínűséggel 100, 200, 500, 1000 embernek a sémájára, mintájára fogják megcsinálni. Azzal kezdtük a beszélgetésünk, hogy 4-2 egyforma ember. Nincsen, mindenik valóban. Ez nekem zene füleimnek. Tehát akkor egy gép biztos, hogy jó? Biztos, hogy jó, mert most már emberek milliói világszerte, tényleg mi is kipróbáltunk, én itt vagyok 20 éve, gyakorlom, őszkor, tavaszkor nagy kurákat végzünk, havonta egyet, és ez egy jó karbantartása az egészségnek. Hogyha erre nem hajlandó valaki, akkor semmi gond, akkor fentről kell megpróbálni jobban diétázni, van a Mira víz, vannak különböző hánytató módszerek, de itt Európában nem nagyon szeretik, igen, ez nem. Inkább indiai, vagy indiai, más így van. Részen. Működnek, igen. Úgyhogy ezek is kivitelezhetők, hogyha valaki nem szeretne, de akkor tudni kell, hogy ez sokkal hosszabb idő tart, mert ugye bármit én, ha hasajtás végzem, a vékonybélből sürgődtem a előre menetet, azért lesz híg, viszont a vastagbél az jobban visszatart, mert ott nem engedi el. Igen. Úgyhogy van, tényleg sokan próbálnak rengeteget, és a végén csak a béltisztításnál. Jó, én egy picit meg vagyok győzve most ebbe az irányba. Hát nem kell, örülök csak neki, elmondom, de igen, hát hogy van hát ilyen, én és mindenki szabadon eldönti, így van, mai napig hogy neki gondoltam, jó, nem jó, hogy ennek igen. Vannak veszélyei, de ezek nincsen, szerint nincsenek veszélyei. Akkor csak történt volna már ennyi év alatt mondjuk valami, vagy igaz, egyáltalán. Hallottuk. Jó, hát köszönöm. Nincsen, nagyon könyvek köszönöm. Vannak róla, tényleg elolvashatóak, a német irodalom rengeteg, az amerikaiak, ők már évtizedek óta az oroszok és amerikaiak kezdték el, úgyhogy rengeteg tapasztalat van, mérnök szempontból is le vannak írva, hogy hogyan működnik, vagy orvosi szempontból, vagy kivitelezés szempontból. Ez egy nagyon okos és jó technika, amit kitalálták az ember javára, és értem. Nagyon szolgálja az emberiséget. Klára drága, lehet-e egyszerre több méreganyagot felszabadítani, és most vonatkoztassunk el a béltisztítástól, akár gyógytejákkal, akár bármilyen módszerrel, nem mérgezzük magunkat vissza? Hát ez a titka, hogy ahhoz, hogy nem érgezzük magunkat vissza, mert ha bőjtölök is, ugye, elkezdődik a méreg magasabb szintre kerülni, mert hogy nem viszek be annyi tápanyagot, nem sürgetem a kivezetést, úgyhogy akkor mindenképp rá kell segíteni gyógyteával, gyógyfürdőt lehet otthon is kivitelezni, holtengeri vagy parajdi fürdősóval, fürdőkád vizet 5-10 napig, 20 percet, fél órát,
fürdőzni, mert a bőr is egy óriás terület, amin keresztül tudunk szépen és apránként méregteleníteni, és az nem fogja megzavarni a rendszert. Csak a paradicsom jó, vagy a Himalája só is jó? A Himalája só, a holtengeri só, a paradicsom, ezek mind jó, az a kategória. Van, aki a szódabikarbonát is hozzáteszi, vagy pici ecetet. Ezek mind módszerek, vagy citromlé, van, aki tejbe a vízhez adagol. Ezek különböző, vagy aromákkal lehet. Különböző módszerek vannak, de ez a legegyszerűbb és a legkivitelezhetőbb, a legkönnyebb a sós fürdő. Lehet gyógyfürdőbe menni, lehet tornászni, izzadni, szauna igénybe vételen nagyon jó ilyenkor, amikor méregtelenítünk. Szóval meg kell próbálni, hogy több síkon ezt elősegíteni. Ezért jó a torna, mert az aktív mozgás izzaszt és viszi ki a méreganyagokat, a szauna, ott is még ha nem is izzadok, de ottan bizonyos kapilláris munka beindul, és az is egy pillére a tartalmat. Masszázs nagyon jó ilyenkor, vagy a gerincmasszázs, a légzés gyakorlatok. Én még azt is szoktam javasolni, hogy testi, lelki egyben legyen, mert itt a levegővétellel egyre több probléma van, úgyhogy tényleg el kell kezdeni az embereket megtanítani, helyesen lélegezni. Óron be kell szívni a levegőt, bent tartani, és nagy sziszegéssel kivezetni. Ezt hirtelen kifújni. És lehet ehhez társítani, én valami ez egy jóga légzés, igen. Ez nagyon jó. Akár melyik egyébként jó. Egyébként igen. A légzésünkre nem kell figyelni, mert ez automatikus, tehát teljesen sajnos fölösleges. A légzésünk, 20 éve, amióta használjuk ezt a számítógépet, észreveszünk, hogy minden második ember elkezd pihegni, és nem lélegzik. És ez egy ösztön, ami védi, mert hogy tudja, hogy szennyezett a levegő, és valahogy védekezik a rendszere, hogy ő ne annyit szívjon be. Viszont sokkal rosszabbul jár, hogy nem adja ki a széndioksziddal együtt a méreganyagokat. Ezért kell bizony beszívni, mindegy, hogy jó vagy rossz levegő, de a kifújások és ezek az elengedések nagyon sokat számítanak. És tényleg lehet gyerekeknél is észrevenni, sóbarlangban, ha légzés gyakorlatot csinálnak. Egyszer csináltunk egy ilyen kísérleti jellegű valamit, és megtanítottuk az óvónéniket, sóbarlangban rajzolgattak, csináltak a légzés gyakorlat, 80%-ára csökken a felső légúti fertőzés problémák. Hogy nem kell gyógyszer. A számítógéppel? Hát a számítógép az a rendszer, ami megállapítja ugye a immunrendszer státuszát, a levegővétel, a víz háztartást a testben. Úgyhogy ezekre mind kapunk szám szerint is, adat szerint is adatokat. És onnan látjuk, hogy az, aki velünk szembe áll, most éppen mondjuk 50%-on levegőzik, és ki is írja, hogy ezzel fárad a szív és a tüdő. Hát a tüdő minél jobban van levegőztetve, és az oxigén áramlás befelé jó, és a kilégzés a széndioksziddal együtt egy csomó méreg távozik, annál jobb a egész státusza. A másik a gerinc problémák, mert a stresszek miatt mindenki előre vál és behajlik. Hát igen, csak a széndioxidot lélegzünk be is, és nagyon, tehát minimálissal többet lélegzünk ki, mint amit belélegeztünk. Na hát ezért kell fokozni. Hogy én és ezt lehet ki. Fokozni? Hát hogy ne lehetne, ha én tudatosan így sziszegve kiadom, és a tüdőmet jobban kilevegőztetem. És utána az oxigén felvételem, mivel ő kiegyenesedem, meg óron belül, óron keresztül lélegzem, sokkal jobb lesz az oxigén felvételem. Ezeket lehet bizonyítani mennyiben, műszerekkel. Mennyiben segít az, hogy ezt a pilisbe teszem, vagy Mátrába, vagy valahol, nem hát tudom. Nagyon jó, hogyha ott a legjobb, mert ottan ugye ozonizált, dúsabb levegőt, vagy a tengerparton ionizált levegőt, de lehet a légtérbe is, a szobákba tenni sót, vizet és eukaliptusz, hogy párologjon, mert ott is valamit javít, csirátalanít, meg jobb lesz. De hát ahol nagy a levegőszennyeződés, ott is lélegezni kell, mert nem menekülhetünk el. Mi befolyásolja, vagyis hát tudom, hogy mi befolyásolja mondjuk a Balaton, vagy vízpart, vagy tengerparton a közérzetünk javulását, és ott a lélegzésünk is más. Ennyire befolyásolja a negatív ion, ami felszabadul a vízből? Nagyon. Hát az a titka mindennek. Azzal tisztul a tüdő, és azzal tud jobban oxigén ellátva lenni. Azért a tópart, a tengerpart, a sós levegő, a hegyi levegő, az mindig újjászületés. Ha még hozzáadunk valami jó kis diétát is, ha bár nem jellemző, mert ha nyaralni mennek, akkor ugye nem jó a diéta általában. Hát igen, ott a diétát nagyon nehéz betartani, főleg nehéz. Ha elmegy az ember külföldre, és akkor egy ilyen all-inclusive egy hetet, két hetet végigcsinál. Hát
ember legyen a talpán, aki megállja a finomabbnál finomabb dolgokat. Én ott mindig, de mindenhol én ott mindig a halat választom. Igen, nem, nagyon hal, okos. Hal, rák, zöldség, hal, polip, igen, mindenféle. Igen. És, zöld, igen, igen, és igen. Ami ott ugye onnan való, az még a legjobb. Egészen meg... más, mint amit itthon. Persze, mondjuk egy lazacot megveszek, igen. Meg ott elkészítik sütve. Hát ez kettő között óriási különbség. Hát nagy valószínűség, hogy a fagyasztás, vagy a szállítás, vagy hát a csuda, persze, tudja. Hát minden, ami áll, tartósított, vagy technológiailag átváltott, az nem ugyanaz. No, hát akkor tulajdonképpen a méregtelenítésnek a formáit, azt eléggé bőven kitárgyaltuk, esetleg gyógynövényterápia, esetleg táplálkozástanácsadás, vagy ugye hát az, hogy megtörjük a táplálkozást, már az egy bőjt. Igen, bőjt. Az is már, és nagyon fontos a bőjt megtörése, amikor a bőjt után visszaállunk a normál, úgymond, hát általában aki már többször bőjtöl, az a tapasztalatunk, mindig visszajönnek kontrollba, és beszámolnak, hogy na már ez se úgy eszik, már a pörköltöt se annyira sűrűn, azért próbálnak, mert érzik, hogy másképp érzik magukat, könnyebb, nem alszanak evés után, meg eldőlnek, mert ugye a sok emésztés, meg a komplikált és nagyon komplex lebontásokhoz energia kell. Úgyhogy ha az emésztésen könnyítünk igazából, és a rendszer tisztul, az plusz energia. Igen, egy pár mesteremtől hallottam, meg ugye hát olvashatjuk azt is, hogy a belegben a halál, ez igaz? Hát ez egy német mondás, a dr. Walker a könyvébe is megemlíti, hogy a belegben lakik a halál, mert igazából neki igaza van, mert a legtöbb esély, hogy ott baktérium, vírus, gomba, parazita, ha szaporodik, az gyengíti az immunrendszert, mivel itt van a legtöbb nyirokpálya. Na most, hát, hogyha adunk esélyt... 70% nyirok igen, folyadék ott termelődik. És ennek visszhangja van az egész nyirokpályákon, nem csak ott. Ezért, hogyha tisztul a bél, akkor sokkal jobban érzi magát, kifinomul a bőr, azért vannak más, még a szeme is... tekintete más lesz az embernek, tisztább, meg felhőtlenebb, meg valahogy vidámabb. A megjelenés nagyon érdekes, úgyhogy sok emberen mások veszik észre, hogy hú, mit csinál, plasztikázott vagy valami, és nem. Csak tisztul, meg méregtelenít, meg béltisztítani jár, úgyhogy egymásnak adogatják az emberek, hogy van ilyen, próbálják ki, de nagyon ritka, aki erre tényleg nem transformálódik valamilyen szinten, vagy tényleg makacsul ellenáll, vagy nem folytatja, vagy ilyesmi. Klára, nagyon szépen köszönöm, eltelt az időnk. Köszönöm nagyon szépen a lehetőséget, és mindenkinek jó egészséget, meg vidámságot, és jó sportolást kívánok. Köszönjük, így legyen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önök az Alternatív Természetgyógyász magazin műsorát látták. Egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a kollégáim nevében, és viszontlátásra.